Új kötete, illetve egy számára összeállított könyv bemutatásával köszöntötték fel a 80. születésnapját ünneplő Gálfalvi György, József Attila díjas romániai magyar írót, a Látó Szépirodalmi folyóirat egykori szerkesztőjét. Pályáját, munkásságát Markó Béla, illetve Kovács András Ferenc méltatták. Ma ünnepli 80. születésnapját Gálfalvi György, József Attila díjas romániai magyar író, szerkesztő, a Látó Szépirodalmi folyóirat egykori főszerkesztője. A Romániai Írók Szövetség Marosvásárhelyi fiókjának munkatársai, kollégái, barátai és ismerősei több meglepetéssel is kedveskedtek az ünnepeltnek. Emellett bemutatták a Világlátó Világszélen a 80 éves Gálfalvi György köszöntése című könyvet is, amelyet az író barátai, pályatársai esszéiből, verseiből állítottak össze, ezzel köszöntve fel születésnapján. A cím az visszautal a köszöntötre, hiszen neki van egy ilyen könyv, vagy Világszélen, és egyáltalán egy ilyen szimbóluma, vagy motivuma, hogy Világszélen élünk, másrészt pedig hát a Látó az általa hosszú időn át szerkesztett folyóirat, és ezt közösen kereszteltük el valamikor ezt a lapot Látónak, és azóta többféle módon próbálja ez a folyóirat látni és láttatni a világot. Az ünnepeltnek egyébként ebben az évben jelent meg a legújabb eszékötete, Szárnyas malomköveink címen. A kötet jellegzetességeiről magát, Gálfalvi Györgyöt kérdeztük. Összegyűjtött könyv a barátaimról, ismerőseimről, azokról, akikkel az életem soha kapcsolatba kerültem, és akiket szeretnék megtartani az olvasók emlékezetébe, mert számomra nagyon fontosak voltak, és megpróbáltam az olvasók számára is emlékezetessé tenni az alakjukat. A kötet több évtized történetét élményeinek melegét gyűjti össze. Vannak olyan írások, amelyek 1971-ben, és vannak olyanok, amelyek 2022-ben születtek. Azokról a személyiségekről szól, akik az alkotókedvük és munkájuk egy részét az irodalom szervezésbe, a közösség szervezésbe, a közéleti munkába fektették.